Hovát fúvás a Csákberényi bekötőúton. Az Országos Meteorológiai Szolgálat kedreggel több megyére, köztük Fejér megye északi részére is elsőfokú figyelmeztetést adott ki a várható havazás, illetve hófúvás miatt. Ugyan fennakadásokat nem okozott, de helyenként félméteres hótorlaszokat emelt az út mentén az erős szél itt Mór térségében. A szél ezekről a hótorlaszokról hordta később a havat az útra. A közútkezelők azonban egész nap tisztították az aszfaltot, így havas, hókásás részek csak szakaszosan fordultak elő. Összetettebb tűzoltói beavatkozást igénylő baleset nem történt, kora délutánig két esethez hívták a megyei katasztrófavédelmi egységeket. Válón az önkormányzati tűzoltók egy árokba csúszott szemétszállító tehergépkocsit húztak vissza az útra, valamint délelőtt Bodajk és Fehérvár csurgók között egy utasok nélküli autóbusz csúszott az árokba, személyisérülés nem történt, a járművet egy erőgép segítségével húzták ki a hivatásos tűzoltók. Szerda délig 5 cm friss havat valószínűsítenek az időjósok, ezért az éjszaka folyamán Fejér megye északi részén is kialakulhat kisebb hófúvás. A havazás később fokozatosan az északkeleti tájakra korlátozódik majd, szerda délutánra pedig felszakadozik a felhőzet.